Nem akármilyen ellenféllel készült magyar bajnok férfi vízilabda csapatunk a csütörtöki bajnokok ligája negyed döntője előtt. Hétfő este ugyanis az FTC Telekom Waterpolo a magyar válogatottal két kapuzott a Népligetben. Bár a nemzeti csapatba ezúttal 10 ferencvárosi pólós is meghívást kapott, a mieink fradis sapkában gyakoroltak az edzésen. Benne vagyunk a VL felkészülésben, és az összes lehetséges ellenfelünk már nem játszik, illetve már ugye mindenki szabadságon van, és ezért felhívtam a Tomit, hogy lehetséges az, hogy tudjunk készülni. Szerettem volna már a múlt héten is, de akkor még a válogatott sem edzett. Most kezdtek el edzeni, úgyhogy rögtön összehoztunk egy ilyen kétkaput, mondta, hogy természetesen ahogy tudnak segítenek minket ebben a felkészülésben. Úgyhogy ezt köszönjük a válogatottnak, hogy ma jöttek és tényleg segítik ezt a felkészülést. Ez azért nem annyira gyakori, hogy a válogatott klubban játszik, bár előfordult egyszer-kétszer az elmúlt időszakban is. Hát ez most egy különleges alkalom. Varga Zsolt kért meg ugye a múlt héten, hogy segítsük ezzel a felkészülésüket, hogyha ha lehetséges, a minimum, hogy segítünk egy BLS csapatot azzal, hogy a felkészülésükben egy kétkapus edzés erejéig itt vagyunk. Reméljük, hogy hasznos is lesz számukra, és sikeresen veszik így majd az akadályokat majd. A Hannoveri Bajnokok Ligája Finalét első mérkőzésén csapatunk ellenfele a horvát Jug Dubrovnik lesz. Varga Zsolték a fizikai felkészülés mellett sok felvételt megnéztek már a Jugról, a válogatott ellen pedig különböző játékszituációkat gyakoroltak. Nem kifejezetten most a válogatott úgymond az ellenfél, hanem egy szimulált helyzet. Azokat az elemeket akarjuk gyakorolni, amit héten már játszanunk kell a Jug ellen, és nyilván azokat a szegmenseket is figyelem, amiben esetlegesen még ha kell valamit picit javítani, akkor javítani fogunk. Hogy egyébként az első lépése a munkának az volt, hogy magunkkal foglalkoztunk még a bajnoki döntő után is, mert ott is volt miről beszélni, ott is volt mind javítani. És a következő lépés volt az, hogy elkezdtük elemezni, elkezdtünk foglalkozni a Jugnak a játékával, a játékelemekkel, hogy mit csinálnak, hogy oldják meg a forjaikat, illetve hogyan védekeznek. Most tényleg sok anyag volt, megpróbálom kiválasztani azokat az elemeket, amire úgy gondolom és úgy érzem, hogy fontosak lehetnek a mérkőzés szempontjából. Zsolt, a játékosként és edzőként is meg annyi nagy tornán vettetek részt, nyertetek is, izgalmakat élhettetek át. Milyen tanácsot adnál így neki a Final 8 előtt? Zsolt elég tapasztalt játékos, én magam sem voltam sosem edző Final 8-en. Játékosként vettem részt 4-es döntőben. De azért az egy más dolog. Az biztos, hogy egy nagyon kemény mérkőzésre vár Ferencvárosra, de én azt gondolom, megvan minden esélyük, hogyha olyan jól játszanak, mint ahogy azt a bajnoki döntőben is tették, akkor én azt gondolom, hogy abszolút esélyesek lehetnek egyébként egy nagyon erős Dubrovnik ellen, és szerintem a végső győzelemre is esélyes csapata van a Ferencvárosnak, még akkor is, hogyha talán minden idők legerősebb Final 8-ét látjuk majd. Személy szerint ez milyen szintű kívás, tehát hova helyeznéd el így a karrieredben ezt a Final 8-et, hiszen edzőként mégiscsak először te is itt vagy. Ugye egyenrangú a magyar bajnokság, főleg a tavalyi év, és ez a két év, amiben tudtunk nyerni, hiszen nagyon-nagyon nagy értéke van a számomra a magyar bajnokságot nyerni a Fradival. Az is tény és való, hogy a nemzetközi szinten ez a legrangosabb torna, ami ugye a klub szinten létezik. Nyilvánvalóan egy óriási megtiszteltetés, az, hogy egyáltalán itt lehetünk ennyi év után, eljutottunk idáig, hogy ténylegesen itt vagyunk a Final 8-ben, azért emögött nagyon nagy munka van. Én úgy gondolom, hogy ezt is egy pillanatra meg kell állni és meg kell nézni, hogy tényleg hány éve dolgozunk azért, hogy a Fradi eljuthasson újra ide, hogy a Final 8-ben részt vehessünk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez nem is szeretném, hogy ez egy pillanatra is azt a fajta talán ilyen túlzott nyugalmat, hogy valamiféle megelégedettség lenne, nem, nyerni akarunk. Minden egyes mérkőzésen, ami jön, és harapni is fogunk, és szétiszedünk bárkit, aki jön felénk. Természetesen azzal a tisztelettel és alázattal, hogy tudjuk jól, hogy az ellenfelek is erősek, nagyon jó csapatok, meglátjuk, hogy ebből mi jön most ki. A Jug Dubrovnik FTC Telekom Waterpolo mérkőzés csütörtökön 16 órakor kezdődik. Right now,